Megújult az iskola, a nyíregyházi tankerületi központ jóvoltából jelentős fejlesztések valósultak meg az Apagyi általános iskolában. Új járművek, több mint 7 milliárd forintból kívánják fejleszteni a szelektív hulladékgyűjtést és a hulladék újrahasznosítást a megyében. Bölcsőde fejlesztés, Nyíregyháza önkormányzata mintegy 237 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert bölcsőde fejlesztési programra. Közel 39 millió forintból újult meg az Apagyi Zrínyi Ilona általános iskola. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A beruházás lehetővé tette a sportcsarnok padló cseréjét és a tornaterem fűtési rendszerének az iskola épületéről történő leválasztását. Az Európai Uniós támogatásnak köszönhetően iskolai bútorokat is beszereztek. A cél az, hogy megteremtsék a megfelelő tanuláshoz szükséges környezetet és a minőségi oktatáshoz szükséges értékközvetítő támogató nevelést a diákok számára. Ünnepi műsorral készültek az Apagyi Zrínyi Ilona általános iskola diákjai egy nemrég befejeződött EFOP-os pályázat projektzáró ünnepségére. Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastruktúrális fejlesztésére 38 millió 760 ezer forintos, 100%-os intenzitású, visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert az intézmény. Azt gondolom, hogy szinte az összes iskola megújul, hiszen ez egy párhuzamosan futó projekt sorozat. Van a TOP, ami a területi operatív program, az önkormányzatok pályáztak az állami fenntartású intézményeknek a felújítására. Ezek is megindultak szépen, és van az EFOP, ez az emberi erőforrás operatív program keretéből finanszírozott beruházás. Megpróbáltuk úgy összehangolni ezeket a projekteket, hogy amely pályázatok kimaradtak a TOP-ból, azok legyenek benne az EFOP-ban, és úgy tudom, hogy a térségnek szinte 100%-ban minden oktatási intézménye megújul, emellett még ugye a tankerületeknek van önálló költségvetése, és ezekből a költségvetésekből vagy kipótolja a hiányzó összeget, vagy pedig még azokat a kis beruházási hiányokat, amelyek nincsenek meg, azokat megcsinálják. Úgyhogy azt gondolom, hogy a vidék oktatási hálózatának infrastruktúrális beruházása az jó irányba harag. A támogatásnak köszönhetően a minőségi oktatás tárgyi feltételeit is biztosították. Az oktató és nevelő munkához használt helyiségek és a tantermek kopott parkettáját megjavították, az elavult fanyélászárók helyére új, korszerű műanyag ajtók és ablakok kerültek, és számos iskolai bútort is lecseréltek. A Nyíregyházi Tankerületi Központ igyekszik minden uniós forrást is megragadni, hogy saját költségvetési forrásaival kiegészítve fel tudja újítani az iskolaépületeket, modern, korszerű körülményeket tudjon teremteni a tanulóinak. Így történt ez itt az Apagyi Általános Iskolában is, ahol gyakorlatilag a belső burkolatokat, nyilázárókat és a festést kellett elvégezni, valamint nagy örömünkre a tornacsarnoknak is megtörtént a korszerűsítése. Ez azt jelenti, hogy kicserélték a tornaterem padlóját és megtörtént a falak teljes festése is. Mindezeken kívül átalakították a tornaterem fűtési rendszerét, leválasztották azt az iskolaépületről. A gyerekek most már modern körülmények között tudnak részt venni a mindennapos testnevelési órákon. Nagyon örültünk ennek a beruházásnak, mivel egy folyamatnak lett ez a vége, mely 2008-ban, illetve azt követően folyamatosan sikerült önkormányzati forrásból, illetve uniós forrásból az épületet felújítani. Maradtak még mindig hátra felújítandó dolgok, és a tankerület vezetésével, gesztorságával ez egy örömteli dolog volt. Mostan teljessé vált az épületnek a energetikai beruházása, illetve a korszerűsítési feltételek 100%-osak lettek. A beruházás célja, hogy javítsák a diákok tanulási környezetét és csökkentsék az iskolai lemorzsolódást. 1 milliárd 140 millió forintból szerzett be új járműveket a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás. A beszerzés egy nagyobb, több mint 7 milliárd forintos beruházás csomag részét képezi, amellyel elsősorban a szelektív hulladékgyűjtést és a hulladék újrahasznosítást kívánják fejleszteni a megyében. Ezt szolgálják a Nyíregyházán, Kisvárdán és Nagyecseden hamarosan induló beruházások is. Ilyen új járművek segítik majd a hulladékgyűjtést a megyében. A megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás egy nagyobb pályázat keretében összesen 22 új hulladékgyűjtő járművet szerzett be.
A szelektív hulladékgyűjtés segíti ez a valóban több mint 7 milliárdos projekt különböző elemeit, a szállítástól, a hulladék gyűjtő edényzeten keresztül a válogató eszközökig. Most az első eleme ennek a fejlesztésnek egy több mint 1 milliárd 140 millió forintos fejlesztés, amely gépjárművek beszerzését jelenti a megyében. Az új járműveknek köszönhetően elsősorban az összegyűjthető szelektív hulladék mennyisége nő, a feldolgozást és az újrahasznosítást további beruházások során fejlesztik. A hulladék kezelésben lesznek olyan lépések, amelyek valóban technológiai előrelépést jelentenek. Ez Kismárda, Nagyecser és Nyíregyházi telephelyeinken fog megvalósulni. Az elkövetkezendő két évben, mivel 2020 év végéig ezeket le kell zárniunk, abban a projektben pedig a vegyes hulladékból gyakorlatilag olyan tüzelőanyagot állítunk elő, aminek lehetséges az erőművi hasznosítása a már meglévő magyarországi erőművekben. A társulás továbbá új szelektív gyűjtőedényeket is beszerez. A terveik szerint tavasztól minden településen válogatva gyűjtheti a hulladékot a lakosság. Nyíregyháza önkormányzata mintegy 237 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert bölcsődefejlesztési programra. A pályázat célja a családbarát, munkába állás segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában valósult meg. Többek között bútorokat cseréltek, felújították a főzőkonyhákat és a belső tereket, valamint új játékokat is beszereztek négy nyíregyházi bölcsődében. A nevelési intézményeket összesen közel 238 millió forintból korszerűsítették a megye székhelyen. Négy bölcsődékben történt olyan felújítás és eszközbeszerzés, ami a mindennapokban az intézmény működéséhez szükséges, és így azt tudjuk mondani, hogy nem történhet olyan, hogy gátolná az intézmény működését. A felújításokra azért volt szükség, mert nagyon régen épültek az intézményeink, és el tudom azt is mondani, hogy körülbelül ugyanazokkal a beszerzett eszközökkel működtünk, mint az építkezés kezdetén. A családok segítése és a gyermekek gondozási feltételeinek a javítása a cél, hangsúlyozta Kovács Ferenc. A város polgármestere szerint fontos, hogy valamennyi önkormányzati bölcsődében megteremtsék az egészséges környezet és a hatékony nevelés feltételeit. Természetesen mindig vannak tennivalók, és lesznek is, ezért ebben az évben a pályázati, 100%-os pályázati kiemelt nagy forrás mellé az önkormányzat saját erejéből, saját pénzeiből a 38,3 milliót fordított 6 bölcsődénél a szükséges teendők finanszírozására. Én azt gondolom, ha valaki végignézi Nyíregyháza önkormányzati bölcsődeit, és visszaemlékszik, hogy 2010-ben milyen állapotok voltak, óriási a különbség. Kovács Ferenc hozzátette, a 9 önkormányzati bölcsőde közül már csak a Tas utcai intézmény korszerűsítése van hátra, de mint mondta, jövőre már itt is megújult környezet várja a gyermekeket. A Semmelweis utcán az útfelújítás részeként elkezdődtek az aszfaltozási munkálatok. Az egyirányosított szakaszon aszfaltszállító autók és munkagépek is közlekednek, valamint az aszfaltozó gépsor is dolgozni fog váltakozó irányú forgalomirányítás mellett. A munkálatok előreláthatóan csütörtökön befejeződnek. Az orvosi rendelők korszerűsítése és az egészségügyi alapellátáshoz való hozzáférés támogatása nagyban segíti a házi orvosi praxisok betöltését, valamint a vidék megtartó erejét. Hangzott el Nagycserkeszen, ahol 60 millió forintból újították fel és bővítették az egészségházat. Az új épületben a házi orvos mellett a fogorvosi ellátás és a védőnői szolgálat is helyet kapott. Egyházi áldással és szalagátvágással adták át Nagycserkeszen az új egészségházat. A településen több mint 1800-an élnek, az ő helyben történő ellátásukat segíti a közel 60 millió forintból korszerűsített rendelő. 1952-ben épült a régi orvosi rendelőnk, aminek az állaga sem felelt már meg az uniós követelményeknek, meg a mai modern követelményeknek. Tehát nagyon kis helyen rendelt a doktornő, fogorvos, illetve a védőnő. Ezért vált szükségessé, hogy bővítsünk és felújítsunk. Tehát a vízvezetékektől kezdve az elektromosságig minden 52-be készült. Azóta ehhez nem volt hozzányúlva, ezért már szükségessé.
Az új egészségház komplex szolgáltató központként működik ezentúl Nagycserkeszen. Ez egy fontos pillanat Nagycserkesz életében, hogy itt az orvosi rendelő felújítása és bővítése, az tulajdonképpen egy új egészségházat eredményezett, mert a házi orvosi rendelő mellett fogorvosi rendelő és a védőnői hálózat is helyet kapott ebben az épületben. Úgy érzem, hogy ezt az itt élő emberek nagy-nagy örömmel fogadták, hiszen ahogy a mondás is tartja, az egészség kincs, és ha valakinél jön a baj, akkor az alapellátásban itt egy korszerű, modern eszközökkel felszerelt egészségházban teszi meg az első lépést a gyógyulás útján. Az ünnepségen elhangzott, a modern orvosi rendelők hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy minden településen megoldott legyen a házi orvosi praxis betöltése. Megyében viszonylag jó helyen állunk, de az országban több mint 300 betöltetlen házi orvosi praxis van. Éppen a Magyar Faluk programban, most jelent meg nem régen a kormányhatározat, van program orvosi rendelők építésére, továbbiak építésére, felújítására, illetve házorvosi szolgálati lakások építésére. Nagyon sok eszközzel kell azon dolgoznunk, hogy mindenhol legyen házi orvos, családorvos. Nagycserkeszen szerencsére ez az ellátás megoldott, és ilyen módon ebben a megújult egészségházban tudja fogadni a betegeket a családorvos. Az átadón azt is kiemelték, az egészségügyi alapellátáshoz való hozzáférés biztosítása csak egy részét képezi a Magyar Faluk programnak, mellyel a vidék megtartó erejét kívánja segíteni a kormány. A program részét képezi még a közösségi terek fejlesztése, a lakástámogatás kibővítése, a bölcsődék és óvodák korszerűsítése, valamint a belterületi és alsóbrendű utak felújítása. Ezüst vasárnap is színes programok várták az érdeklődőket Nyíregyháza belvárosában. Délelőtt a gyerekeket mozgatta meg Kovácsovics Fruzsina, az adventi forgatag délutáni fellépője pedig Vastag Tamás volt. Korán keltek vasárnap délelőtt a gyerekek, hogy részt vehessenek Kovácsovics Fruzsina koncertjén. Évek óta hagyomány, hogy valamelyik adventi hétvégén Nyíregyházára látogat a fiatal énekesnő. Korábban egy tehetségkutatóban tűnt fel, pár évvel ezelőtt azonban váltott és elkezdett gyerekdalokat írni. Én egészen kicsi koromtól kezdve szerettem volna énekesnő lenni, szóval azt gondolom, hogy ezért így a legtöbb kislány életében egyszer legalább előjön, hogy én énekesnő leszek, vagy én színésznő leszek, de én azért viszonylag hosszú ideig kötöttem az evet a karóhoz, hogy én már pedig énekesnő leszek. A friss hóeséstől igazán karácsonyi hangulat uralkodott el Nyíregyháza belvárosában. Ezt fokozta, hogy a délután sztár fellépője az a Vastag Tamás volt, aki már nem először áll nyíregyházi színpadon. Most viszont a saját dalok mellett karácsonyi slágerek is megszólaltak. Nyíregyházára mindig olyan jönni, mintha az ember hazajárna. Egyrészt a közönség szeretete és kedvessége miatt, másrészt pedig azért, mert valóban nem az az első alkalom, és már azért is sokszor voltam itt, hogy énekléssel kezdtem volna el foglalkozni. A bátyámnak régi jó barátja, Mészáros Árpád Zsolt, aki Nyíregyháza szülötte, és sokat van itt, és sokat dolgozik itt, és sokat jöttünk el mi is meglátogatni. De ezen kívül egyébként a civil, magán, privát életben is sokat járok erre. A nyíregyházi állatkertet a családdal már nagyon sokszor láttuk, úgyhogy tényleg egyébként sokat járunk erre. A fellépőkkel készült hosszabb interjút és a műsorokban részleteket láthatnak a pénteki Weekend című műsorunkban. Otthon tartotta a 3 pontot a Kisvárda a labdarúgó NB1 őszi záró fordulójában. Dajka László együttes az MTK Budapestet fogadta, és Ilics góljával 1-0-ra megnyerte a mérkőzést. A Kisvárda 16 ponttal a 11. helyen áll a tabellán. Története első NB1-es győzelmi szeptemberben az MTK otthonában szerezte meg a Kisvárda, amely az őszi zárófordulóban igazi téli körülmények között fogadta a fővárosiakat. Az első lehetőség a 26. percben adódott a házigazda előtt, Ilics jobboldali beadását Sassa fejelte kapura, kisebb bravúrral hárítani tudott. A 31. percben a brazil szélső távolról vette célba a kaput, lövése azonban pár centivel célt tévesztett. Szünet után nem sokkal Ilics iramodott meg a jobb szélen, de beadása kisebb kezében kötött ki. Az 59. percben Torgel előtt kapura, Felipe védése után Vári hárította el a gólveszélyt. Fél perc múlva a kapufa segítette ki a várdaiakat, Szelin lövése a jobb oldali részről vágódott ki. A 69. percben egy szöglet után ismét a hazaiak kapusának kellett védenie. A 76. percben megszerezte a vezetést a Kisvárda, Horváth fejelte le a labdát Ilicsnek, aki 12 méterről a jobb alsó sarokba gurított.
A hosszabbításban még Felipének kellett védeni egyet, hogy a 3 pont a hazaiaknál maradjon. Én gondolom, hogy az első fél időben is, és a másodikban is ezen a kicsit irányális talajon. Teljesen egyenrangú ellenfelei voltunk az MTK-nak, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy úgy az első fél időben, mint a második fél időben nagyobb gólszerzési lehetőségeink nekünk adódtak. És azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki oda tette magát, nagyon-nagyon keményen küzdöttünk és harcoltunk, és én úgy gondolom, hogy az egy gól a győzelmünk megérdemelt. A vendégek edzője azt sajnálta, hogy a helyzetek ellenére pont nélkül maradt csapata. Minden elismerésem a játékos elmélye, hiszen ilyen irreális körülmények között is ugyanazt a játékot tud nyújtani, amit az egész bajnokság során. Sajnos ma olyan napot éltünk meg, hogy kétszer is a kapufáról hiába gondolt végig a gólnál, de mind a kétszer kijött. És hogy hiába tettünk meg mindent a 3 pontért, a pontot tudunk távozni. A forduló további eredményei a következők: Puskás Akadémia Mezőköves 2-0, Paks Diós Győr 1-2, Szombathely Debrecen 0-2, Budapest Honvéd Újpest 2-2 és Molvidi FC Ferencváros 2-1. A tabella élén a Ferencváros áll 39 ponttal, megelőzve a 34 pontos Molvidi FC-t. A Kisvárda 16 ponttal a 11. helyen várja a február 2-án kezdődő tavaszi folytatást. Győzelemmel zárta idei utolsó hazai meccsét a Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az NB1B piros csoportjának 12. fordulójában lejátszott mérkőzésen 75-52-re verték a MEAFC Miskolc csapatát. Csicska János együttese pénteken a veretlenül listavezető Veszprém otthonában lép pályára. A HEP kupában is magabiztosan nyertek a kékcápák, így egyértelmű esélyes volt a bajnoki meccsen a hazai csapat. A cápák Busz Iván és Tóth Gergely kosaraival indították az első negyedet, amelyben 5 pontos előnyre tettek szert. A második 10 percben 8 pontot tett hozzá előnyéhez a házigazda. Fordulás után tovább nőtt a különbség a két csapat között, és bár a vendégek igyekeztek, nem tudták megnehezíteni a Nyíregyháza Blue Sharks dolgát. Siska János együttese végül 23 pontos győzelemmel köszönt el erre az évre szurkolóitól. A mérkőzés előtt azt kértük a fiútól, hogy vegyék komolyan a mérkőzést. Hát ezt az első félben nem nagyon sikerült megvalósítani, a második félben jobban. Úgy gondolom, az agresszív védekedésünkkel meg tudtuk lepni a Miskolcot, és labdákat tudtunk szerezni, és ezekből könnyű kosarakat tudtunk dobni. De hát van a játékosom, akinek már negyedik vagy az ötödik mérkőzés azon a héten, úgyhogy már látszott azért a fáradtság, főleg inkább fejben. Örülök, hogy nyertünk. A végül 18 pontot szerző Tóth Gergely szerint támadásban sok hibát vétettek, amelyeket a következő meccsre ki kell majd javítaniuk. A szakmai stáb az remekül felkészítette a csapatot a találkozóra. Én úgy gondolom, hogy védekezésben voltak hibáink, de szerintem azzal sikerült megnyerni ezt a találkozót, mert támadásba akadozott a játékunk. Igazából nem azt csináltuk, amit kértek az edzők. Úgy gondolom, hogy rosszul dobtunk a mai nap, nagyobb is lehetett volna ez a különbség, talán 30-ból 5 vagy 6 darab 3-as sikerült értékesíteni. Én nagyon remélem, hogy a következő találkozóra sokkal görnyülékenyebben fog menni ez a támadójátékunk, és sikerül ezeket a hibákat kiküszöbölni. A vendégek vezetőedzője elismerte a nyíregyháziak győzelmének jogosságát, és a vereség ellenére sem volt elégedetlen csapatával. Nevek alapján és a nevekhez csatlakoztatható rutin alapján azért nincs ez a két jelenlegi keret egy súlycsoportban. Ezért én azt mondom, hogy közel 40 percnyi koncentrálással, nyilván rengeteg hiba volt, de miért is ne lenne, nagyon nagy energiákra készítettük a Nyíregyházát, hiszen alig játszottak náluk a perememberek, ha lehet ilyet mondani, nagyon sokáig és nagyon sokat forgatva a legerősebb alakulattal támadtak minket. Egy percig sem volt kérdés, hogy ők fognak nyerni, tehát ezt mindenki reálisan látta, úgy én is. A 12. forduló további eredményei a következők: BKG Prímese Nagykőrös 82-69, Békés PVSK 76-70, MAFC Bonyhád 125-58, Vasas Akadémia Veszprém 72-84, Budafok Oroszlány 70-81 és Budapesti Honvéd MTK Török Bálint 64-58. A tabella élén a Veszprém áll 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a 11-1-es mutatóval rendelkező MAFC-ot. A Nyíregyháza Blue Sharks 8 győzelemmel és 4 vereséggel az 5. helyen várja pénteki veszprémi vendégjátékát. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden.
Fontos, hogy a térség iskoláinak diákjai megfelelő környezetben tanulhassanak, ezért számos topos és efopos pályázat az iskolák felújítására irányul. Most az Apagyi-Zrínyi Ilona általános iskola is megújult közel 39 millió forintból. A diákok így például már új padlón tornázhatnak az oktatási intézmény sportcsarnokában. Több mint 7 milliárd forintból a szelektív hulladékgyűjtést és a hulladék újrahasznosítást kívánják fejleszteni a megyében. Ennek első lépéseként 1 milliárd 140 millió forintból szerzett be új járműveket a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd hulladékgazdálkodási társulás. Hamarosan pedig Nyíregyházán, Kisvárdán és Nagyecseden indulnak ezt a célt szolgáló beruházások. A családbarát munkába állás segítő intézmények fejlesztése a célja annak a pályázatnak, amely keretében mintegy 237 millió forintnyi Európai Uniós támogatást nyert Nyíregyháza önkormányzata. A visszanemtérítendő támogatás célja, hogy a 0-3 éves kor közötti gyermekeket nevelő szülőket segítse visszatérni a munkaerőpiacra, ezáltal hozzájáruljon a foglalkoztatás növeléséhez. Önök a Költség Televízió híradóját látták december 17-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap már napsütésre is számítani lehet. Kedden észak felől átmenetileg kis és szárazabb levegő áramlik felénk, emiatt több helyen is kisüt a nap. Az előttünk álló éjszaka túlnyomóan borult lesz az ég. Párás lesz a levegő, csapadék nem valószínű. Az északi szél helyenként megélénkül. Reggelre általában mínusz 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felszakadozik, csökken a felhőzet, majd változóan felhős lesz az ég. Kezdetben párás lesz a levegő, majd fokozatosan kitisztul az idő. Csapadék nem valószínű, az északi szél több felé megélénkül. Délutánra 0 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban többnyire erősen felhős, párás idő lesz a jellemző, de néhol tartósan megmaradó ködfoltok is várhatók. A hét második felében több hullámban érkezik majd nedves levegő térségünk fölé, emiatt elszórtan számíthatunk csapadékra. Észak-keleten inkább havazásra, másutt eső, havas eső, ónos eső is előfordulhat. Eleinte még a derült, hóval borított vidékeken, éjszaka kemény fagyra számíthatunk, majd fokozatosan enyhül az idő, és napközben is már egyre kevesebb helyen alakul fagypont alatt a hőmérséklet.